Sziasztok, szép jó reggel. Gyorsan eszembe jutott valami, hogy megosztom veletek, hogy mi mit jelent számomra. Most jelen esetben itt van egy kávé és egy kis sütemény, és az jött föl bennem, hogy egy kávé, egy sütemény egyelő bizonysággal. Azt mondja az ige, hogy keressétek előbb Isten országát, és mindent megadatik nektek. Azt jelenti, hogy teljesen más szemszögből, látószögből nézünk minden. Úgy vagyunk itt a Földön, mint a menny képviselői, úgy vagyunk itt a Földön, mint Krisztusok. És ezért, amikor én bemegyek valahová, igazából figyelem az Urat, hogy mit szeretne ott, mit szeretne üzenni. Jézus sose tette le a ruháját, Jézus sose tett semmit, se sosem evett, sosem ívott úgy, hogy ő nem Jézus volt. Ezt meg kell értenünk, hogy amikor belémerészkezünk, amikor elkezdünk az útján járni, akkor mi itt a Földön ő vagyunk, és ez az elsődleges személyiségünk, ez az elsődleges identitásunk, és igazából nincs is szükségem ezekre a dolgokra. Sem a kávéra, sem a süteményre önmagába. Ezeket lehet élvezni, de nem függök tőlük. Úgyhogy amikor bejövök valahová, bemegyek valahová, valahol vagyok, elsődlegesen ő miatta vagyok, és azt nézem, hogy ő mit szeretne ott tenni és cselekedni. Na persze mindeközben vele együtt jól érezni magamat. És az jutott eszembe, ahogyan ezt megvettük, hogy itt belül szorongat, hogy figyelem, hogy tudok-e beszélni Jézusról annak a személynek, mert nekem nem beszélt senki se. Senki sem beszélt arról, hogy el vagyok veszve, ki lettem lopva, hogy nem az vagyok, akinek próbálok lenni, hanem egy kilopott, egy identitásomból elveszített ember vagyok. És ezért nagyon a szívemben van kifejezetten a fiatalok, akik még az élet előtt állnak, hogy minél kevesebb ideig legyenek ebben az elveszett állapot, és tudjanak arról, hogy honnan valók, hogy van egy mennyi édesapjuk, honnan valók vagyunk, és hogy csak ő vele kapcsolatban lehet élni, és ezért jött ez föl bennem, hogy az előbb, hogy nekem egy kávé, egy sütemény, az egy bizonyságot jelent, egy lehetőséget arra, hogy imádkozzak a betegekért, imádkozzak emberekért, megáldjak valakit, megáldjam azzal, magot vessek, hogy ott legyen az az információ, hogy tudjon legalább róla. Hogy amikor nehézségekbe kerül, akkor ott legyen a világ által ajánlott sok-sok alternatíva mellett, amelyik nem ér semmit se. Úgyhogy az van a szívemben, és azt kívánom mindannyiunknak, azok, akik Jézus Krisztusban hiszünk, hogy legyenek az éttermek, legyenek a bevásárlók, hiszen legyenek a bevásárlásaink, a mindennapi testi szükségleteinknek a betöltésének a pillanatai legyenek egy-egy lehetőségek arra, hogy bizonyságot legyünk ott, és bizonyságot tegyünk. Legyen egy áldott napotok, napunk, ahol meg annyiszor meg tud mutatkozni rajtunk Krisztus.